Üdvözlök mindenkit, Bándi György vagyok. Most egy 125 lépéses helyzetet fogok megoldani, ami gyakorlatilag egy 63 lépéses nyerő helyzet, abban az esetben, ha az ellenfél 62 lépés erejéig a leghosszabb vesztőutat választja. Ki is teszem akkor ezt az állást itt a malomprogramban. Fehér, fekete, ha a fehér a második korongot rossz helyre teszi, jelen esetben mondjuk ide, akkor tulajdonképpen már elveszti a játszmát, ebből a helyzetből mindenképpen fekete fog nyerni, tökéletes folytatás esetében. Látjátok, itt a teljesen adatbázisos rendszerű Brilliant Mill malomprogram mutatja is a játék állapotát. Játék státusz, fekete nyer 125 lépésre. Ebben a videóban a játéktudásom mellett a memóriának a kulcsfontosságát fogom nektek bemutatni, azt, hogy mennyire fontos a helyzeteknek a kielemzése és memorizálása, ez kulcsfontosságú, főleg ilyen hosszú lépéses helyzetek esetében, mint ez itt 125 lépés, tehát ahogy mondtam, 63 tökéletes nyerőlépést kell megtennem, ezt a helyzetet most akkor el is kezdem megoldani. Itt tudjátok nyomon követni a játéknak az állapotát, hogy hány lépéses nyerőhelyzetnél tartok. Ha esetleg hibáznék, és így akkor például a játék döntetlenbe fordulna, akkor azt is látjátok, de tulajdonképpen én ezt itt most tökéletesen meg fogom oldani, mivel profi játékos vagyok, és elég sokat foglalkoztam ezzel a helyzettel. Rendben. A program lesz a fehérrel, én leszek a feketével, be is írom a nevemet. Oké. A program gyakorlatilag a leghosszabb vesztőutat fogja választani. Szóval úgymond teljes mértékben meg lesz nehezítve a dolgom. Kezdem is ennek a helyzetnek a megoldását. Rendben, eddig a lerakást tökéletesen csináltam. Nézzük a folytatást. Rendben, a helyzet most már jelen esetben 87 lépéses. Eddig tökéletesen játszottam, most már csak 65 lépéses. Rendben, már csak 45 lépésnél járok. Haladok, haladok, folyamatosan. Rendben, mindjárt vége. Látjátok, akkor ezt a helyzetet itt sikeresen megoldottam teljes mértékben. Tehát még egyszer akkor mondom, a játéktudásom mellett a memória kulcsfontosságát mutattam most meg nektek. Teljes mértékben lényeges, főleg ilyen hosszadalmas helyzeteknek a kielemzése.
Nagyszerű. Akkor máskor is fogok még ilyen helyzetmegoldásos videót csinálni. Akkor így egyelőre ennyi. Sziasztok!